Jó estét kívánok! Hát így legyen ötösöm a lotton. Itt a híradó végén azt mondtam Onnának, hogy remélem, hogy minden vendégünk ideér. Hát jelentem egyelőre kétharmad. Mert hogy úgy állunk, hogy itt van Dorosz Dávid és Nagy Attila Tibor. Szerencsésen megérkeztek ebben az Jó időben. Estét. Jó estét. Viszont várjuk még Nunkovics Tibort, a Jobbik politikusát, aki egy baleset miatt csúszott meg, de hát reméljük, hogy minél hamarabb itt lesz körünkben. De azért addig is vágjunk bele, ahogy tegnap ma is a napira vezető híre, ahogy a híradói is. A Völner Pál ügy és az újabban kiderült fejlemények, többek között az, hogy majd mindjárt mutatjuk képben is, hogy ellenzéki politikusok egy sajtótájékoztatón úgy fogalmaztak, hogy szerintük bűnügyi helyszín mostantól kezdve az igazságügyi minisztérium épülete, illetve az is kiderült, hogy majdnem 4 millió forintot kap még ezek után is Völner Pál, mert hogy három havi illetmény jut neki. Az MSZP ezt egy határozott javaslattal szeretné megakadályozni. Mutatjuk a legfrissebb fejleményeket. Húzzátok meg! Sárga-fekete csíkos szalagot húztak ki az ellenzéki képviselők az igazságügyi minisztérium elé. Mostantól bűnügyi helyszínként tekintenek az épületre. Völner Pál feliratú borítékokat is tettek a bejárathoz, ám mindezek előtt sajtótájékoztatót tartottak, ahol Varga Judit igazságügyi miniszter lemondását követelték, és azt, hogy a korrupcióval gyanúsított Völner Pál ne csak miniszterhelyettesi és államtitkári, de képviselői mandátumáról is mondjon le. Vadai Ágnes a Honvédelmi Bizottság alelnöke a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén Pegazus ügyről és Völner Pál korrupciós botránya kapcsán is kérdezte volna a belügyminisztert, ám erre nem volt lehetőség. Pintér Sándor csak zárt ülésen válaszolt volna. A fideszes többség azonban leszavazta, hogy azon a DK-s politikus részt vegyen. Az ellenzéki képviselők ezután berekeztették az ülést. Mostanra az is biztossá vált, hogy a mentelmi bizottság következő zárt ülésén, vagyis hétfőn tárgyalja Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését, közölte az ATV.hu kérdésére az országgyűlés sajtóirodája. És ugye ezek a borítékok, amit itt majd megint látunk a bejátszás után itt mellettünk is, ugye azt szimbolizálták, hogy a HVG újságírója Dezső András úgy tudja, hogy voltak ilyen havidíjas opciók ebben a korrupciós ügyben, amikor havonta fizettek a végrehajtói munka profitjából, illetve volt egyszeri opció is, amikor valaki hát így köszönte meg azt, hogy végrehajtóként dolgozhat, ami egy nagyon jól fizető állás. Ma még Kubatov Gábor is azt nyilatkozta, hogy ha bűnös, akkor a parlamenti mandátumáról is le kell mondani a Völner Pálnak. Ha megfosztják a mentelmi jogától, akkor ez egyáltalán oszt vagy szoroz ez a parlamenti mandátum, mert ugye minden más pozíciójáról már lemondott. A Fidesz többsége érintetlen maradt, hiszen ha a mandátumáról nem mond le a képviselő, akkor marad az a 133 parlamenti képviselő. Engem foglalkoztat az, hogy az ellenzék mit tud még ebből a dologból kihozni, most, hogy látom ezeket a felvételeket, ezt a bűnügyi helyszínt, hogy lesz-e az ellenzéknek újabb benzine, amelyet be tud tenni a botrány motorjába, mert hogyha megmarad az ellenzék annál, hogy mondjon le, mondjon le, mondjon le, akkor engem kezdene ez emlékeztetni Tordján Józsefre. Tehát még valami pluszt kell majd előhozni. Egy botrányt életbe lehet tartani további új váratlan információkkal, új ötletekkel, vagy például azzal, hogy az ellenzék mondjuk megpróbálja lefordítani ezt a botrányt a mindennapok nyelvére, például azon polgárok nyelvére, akik szenvednek a végrehajtók esetleges túlkapásaitól. Vannak erre próbálkozások? Ha már a Párbeszéd kampányfőnökével beszélgetünk itt. Természetesen azt gondolom, hogy ez egyrészt egy nagyon komoly ügy, és ennek az ügynek ne felejtsük el azt a oldalát sem, ugye, hogy van itt egy miniszterhelyettes, egy államtitkár, és neki van egy főnöke, vagy volt most már egy főnöke, Varga Judit, és hogyha Varga Judit nem tudott ezekről a dolgokról, akkor az egy nagyon súlyos helyzet, ha viszont tudott róla, az meg egy még egy súlyosabb helyzet. Tehát azt gondolom, hogy ez önmagában mutat egy problémát, és szerintem érdemes arról is beszélni, hogy nincs két Fidesz. Tehát nincsen
van a Völner Pál féle, vagy a Simonka féle Fidesz, és van a tiszta, szép Fidesz, hanem egy Fidesz van, mégpedig az a Fidesz, amit Orbán Viktor irányít, és egy hálózatszerű működésben van benne az összes képviselő, az a 133 bátor ember, akit ugye Orbán Viktor szokott így jellemezni, és fel kell deríteni, és tovább kell menni, és meg kell nézni, hogy ezek az esetek, tényleg itt már ilyen Netflix-szerű előfizetéses konstrukciókról beszélünk, hogy havidíjak vannak, vagy egyszeri fizetés, tehát ez tényleg már a bohózat, sajnos a tragikomédikus bohózatnak a kategóriája, és igen, erre az ügyre továbbra is fókuszálni kell, és azt gondolom, hogy ahogy az előbb is elhangzott, fognak itt még további fejlemények lenni ebben. Ugye, ahogy most fel tudjuk göngyelíteni a szálakat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat lehallgatások útján szerzett bizonyítékot Völner Pál ellen, ugye ez az a szolgálat, ami Pintér Sándor irányítása alá tartozik. Hivatalból ugye úgy tudjuk, hogy akkor nyilván a szolgálat vezetője Pintér Sándor tájékoztatja, aki pedig a miniszterelnököt tájékoztatja. De nyilván attól még, hogy ezt Orbán Viktor tudja, hát mondhatjuk azt, hogy nyilván megvárták, hogy összegyűjjön annyi bizonyíték, ami után az ügyészség alapos gyanúval élhet. Ehhez képest ugye például Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltje azt mondja, hogy még Orbán Viktornak is le kellene mondani azért, mert egyszer egy közös kampányvideóban szerepelt Völner Pál, ez az emlékezetes, hogy most osztjuk a nyugdíjasoknak a pénzt. Ez nem túlzás? Erről beszéltem, tehát hogyha a lemondás szó túlságosan elinflálja egy politikai erő vagy politikus, akkor tulajdonképpen elveszíti vagy csökkenti annak a súlyát. Tehát amikor Tordján József két hetente, három hetente szólította fel az aktuális miniszterelnököt, hogy mondjon le, és ugye nem mondott le, hát akkor előbb-utóbb már az emberek egy jó része legyintette erre. Tehát érdemes olyan követelést szerintem megfogalmazni egy miniszterelnök jelöltnek, ami viszonylag reális. Tehát mondjuk az igazságügy miniszternek a lemondásának a követelése az egy elvileg akár még reális opció megkövetelés is lehet, de a miniszterelnök lemondását követelni szerintem ez már túl sok. Nem érdemes egyszerre túl sokat markolni, mert a miniszterelnök érintettségéről még semmiféle bizonyíték ezügyben nem került elő. Valóban itt ugye ez most egy büntetőjogi probléma, de azért alapvetően az, amiben ez a történet illeszkedik, a nagyobb kép, az a polipszerű hálózat, amivel a Fidesz behálózta az egész országot, az pedig egy olyan politikai probléma, amire 4 hónappal a választások előtt semmi más nem lehet mondani, hogy valójában politikai megoldás kell, és ezt a politikai megoldást, ahogy Márki-Zay Péter is többször elmondta, az jelenti, hogy a 2022-es választásokon többséget kell az ellenzéknek szereznie, és el kell hozni azt a zöld és igazságos Magyarországot, amiben ilyen esetek nem fordulhatnak elő. Hát akkor átveszem ezt a képet. Hogyha az ellenzék az, hogy ez egy polipszerű működés, akkor mi múlik, hogy a polip egy karját levágják, vagy nem? Mert hogy most levágják, úgy tűnik. Hát szerintem a politikai nyomás erősségén, meg azon, hogy a társadalom nagy részét sikerül-e meggyőzni arról, hogy ez milyen felháborító. És most na jó, de itt, mintha Bolt Péter hamarabb lépett volna, tehát, hogy itt, igen, itt összegyűltek és a bizonyítékok, és ő tolta ki ezt az információt teljes egészében. Bizony, és a Hadházi Ákos már pedzegette. Pedzegette még korábban, de valóban Bolt Péter kiadott egy közleményt, és azért ez a Fidesznek mégiscsak egy kellemetlen dolog a választások előtt 4 hónappal. Ugye a nagy kérdés az, hogy a társadalom nagy részét, a választópolgárok nagy részét az ellenzék képes lesz-e felvilágosítani ennek az ügynek a fontosságáról. Azért a Fidesznek van olyan szerencséje, hogy Völner Pál államtitkár, volt államtitkár neve nem csengett nagyon ismerősen sokaknak, szerintem még azok számára sem, akik viszonylag rendszeresen figyelték a híreket. Magyarországon a híreket aktív figyelő aránya körülbelül 10-15%. Egyébként a Mérték média elemző egyik korábbi kutatása értelmében ez nem túl sok. Tehát hogyha mondjuk, mit tudom én, Semjén Zsoltról vagy Orbán Viktorról derült volna ki valamilyen korrupció, az persze nagyon nagyot szólt volna, de itt messze nincs. Olyannyira így van ez, hogy nem a 24.hu pont egy riportot között arról, hogy Nyerges Újfaluban milyen a megítélése Völner Pálnak ugye a saját pátriájában, és ott az egyik megszólalt, hogy igen, igen, a miniszter az egészségügyi. Hát erről beszéltem. Egyik sem stimmelt. Igen, igen. Menjünk tovább, mert hogy egy másik
másik fontos fejlemény volt, hát majd meglátjuk, hogy ez a kampányt hogyan érinti. Mindenesetre hosszú-hosszú idők után kiderült, hogy akkor abból a bizonyos 5 népszavazási kezdeményezésből, amit az ellenzék, illetve Karácsony Gergely tett le az asztalra, 2 átment, és most a kúria is tovább engedte. Mutatjuk, hogy mik ezek, és hogy hogyan tovább, ha Karácsony Gergelyen múlik. Ha a budapestiek akarnak Fudányegyetemet, akkor kell Budapesten egyetemet létrehozni. Kormányzati oldalon nyáróta kevés szó esett a Budapestre tervezett kínai egyetem kampuszáról. A múlt héten is csak kérdésre válaszolt a miniszterelnökséget vezető miniszter. Hát ezek ilyen különböző pletykák. Arról is lehetett olvasni, hogy már nem csak a kínai fél, hanem a magyar kormány sem akarja igazán a Fudánt. De ami biztos és tény, az, hogy jogszabályok vannak, amik alapján ez a projekt megy előre, és méghozzá hát busás fizetést kapnak a kurátorok, akiknek elvileg ennek az egyetemnek a létrehozására kéne dolgozniuk. Úgyhogy az igazi biztosíték arra, hogy ez az őrület nem valósul meg, hogyha kírjuk ezt a népszavazást. A terület ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltjének nincs kétsége afelől, hogy a járvány és az ünnepek ellenére még decemberben összegyűjtik a népszavazáshoz szükséges 200 000 aláírást. Az ügyben az Innovációs és Technológiai Minisztériumot is kerestük. Ha a válasz megérkezik, közzétesszük. Megérkezett Munkovics Tibor is, szerencsésen. Itt van körünkben, jó estét kívánok. Köszöntöm a nézőket. A Fudánnal kapcsolatban csak egy komment Karácsony Gergely oldaláról, amikor ugye bejelentette, hogy akkor szeretnék minél hamarabb összegyűjteni. Tehát idézet, az idézeten belül, én pontosan tudom, hogy a kormány valójában rég elengedte ezt a Fudán történetet, azért engedték el, mert a kínaiak elengedték, mert nekik ez nem ér ennyit. Ezt tetszett mondani november végén, írja a kommentelő egyébként itt az Egyenes Beszédben. Akkor miért is kell most a kis pártagoknak pár nappal az ünnepek előtt hidegben ezért strapálni magukat? Hát miért? Azt gondolom, hogy ez azért az ország jövője szempontjából egy meghatározó kérdés, és hogy valójában ki és mit és hogyan engedett el erre vonatkozóan, ahogy ugye a főpolgármester úr is az előbb mondta, csak pletykák vannak, illetve híresztelések, és hogyha hiszünk abban, hogy az embereket be kell egy ilyen fontos kérdésbe vonni, akkor meg kell őket kérdezni, és ahogy a kúria is ugye hitelesítette ezeket a kérdéseket, innentől szerintem egyenes a történetnek az útja, hogy összegyűjtjük az aláírásokat, és utána pedig kiírásra kerül az a népszavazás, ahol akkor, ha Fidesz ennyire fontosnak tartja ezt a projektet, vagy pedig nem tartja fontosnak, akkor egy nyílt vitában majd valamelyik oldalon ebbe be fog szállni. Így működik elvben a demokrácia, és mi hiszünk abban, hogy meg kell próbálni a lehető legjobban ezeket az eszközöket használni. Ugye Karácsony Gergely úgy is érvelt emellett, hogy akkor itt az ellenzéknek egy esélye van arra, hogy újra ott legyen az utcákon, újra megmutassa az erejét és tematizáljon. Kérdés az, hogy erre most jó időpont-e a mostani. Akár szó szerint az idő miatt, amúgy meg az ünnepek miatt, meg hát nyilván most azért nagyon látszik, hogy az ellenzék erőt gyűjt a kampány előtt, programot ír, csapatot verbuvál, biztos-e, hogy ennek most van itt az ideje? Hát én azt gondolom, hogy nem véletlen az időzítés, meg az, hogy ilyen rövid idő intervallumot kaptunk tulajdonképpen arra, hogy ezt a rengeteg aláírást összegyűjtsük. Ami egyébként nem lehetetlen, tehát nem szeretnék eltántorítani ettől senkit. Országosan 200 000 aláírást egy jól szervezett munkával nyilván össze lehet szedni, csak általában az ilyen jól szervezett munkára szoktak hagyni időt, hogy az ember jól meg is tudja szervezni. Ez az, ami most nincs, és ezért gondolom, hogy nem véletlen ez a fajta időzítés. Itt tulajdonképpen arra megy ki a játék, hogy azt tudja majd felmutatni a kormány, hogy na lám, elbukott ez a népszavazás, mert nem tudtak összeszedni 200 000 aláírást. Komoly kockázatot látok az ellenzék számára ebben a dologban. Persze, hogyha sikerül összegyűjteni időben a 200 000 aláírás, az egy komoly politikai siker lenne, én azt gondolom, és emellett a választópolgárokat tudnák mozgósítani, megszólítani. Ha viszont nem sikerülne ezt megtenni, akkor az ellenzék a választások előtt közvetlenül bezsebelne egy kudarcot, egy viszonylag méretes kudarcot, mármint mozgósítási kudarcot, és hát itt ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogyha az aláírásgyűjtés áthúzódik jövő évre, amire van lehetőség ma a törvény szerint 120 nap áll rendelkezésre, akkor abban az esetben belecsúszhatunk a szavazó
íveknek a gyűjtésébe is, tehát a régebben ezt kopogtató cédulának nevezték, tehát hogy azt az 500 aláírást választó kerületenként is gyűjteni kell, plusz még esetleg még tovább húzódik a népszavazásnak az a aláírásainak a gyűjtése, tehát nem könnyű logisztikai feladat, meg politikai feladat, tehát a pártok kampánycsapatainak nagyon komolyan össze kéne hangolniuk a munkát ezzel kapcsolatban. Itt a gyorsaság oka most az, hogy elvben akár a parlamenti népszavazás, vagy parlamenti választása egy időben is lehet ezekről a kérdésekről de... szavazni, aminek ez a következő kérdés, hogy mekkora vajon a politikai realitása. Mert ugye jogi most nem nagyon látom, őszintén szól. Azt gondolom, hogy van abban ráció, mind politikai, mind pedig nyilván az ország szervezése kapcsán is, hogy egy időpontban legyenek ezek, tehát én mindenképpen azt képviselem, hogy ez egy jó, jó dolog, és meg kell valóban az, hogy ez ilyenkor került a kúria által, illetve az egész folyamat egy ilyen összeszűkített időben van, ebben én is egyetértek itt a kollégával, tehát ez nem véletlen ebben az országban, az ilyen nagy véletlenek ritkán szoktak az elmúlt 11-12 évben történni, de azt is gondolom, hogy nagyon sok olyan hasonló kétség, hasonló kételj felmerült az előválasztások logisztikája, a lebonyolítása kapcsán is, és amikor pedig lezajlott az egész, akkor láttuk, hogy milyen kirobbanó sikere volt, és több mint 850 ezeren vettek részt, és ez az ellenzéki bázis, és ez a szavazótábor látható módon, akkor, amikor van lehetősége beleszólni az ország ügyeibe, és van lehetősége arra, hogy alakítsa az ország és a saját maga sorsát, akkor igenis aktivizálni tud. Nyilván nekünk az a feladatunk, hogy ennek a lehető legnagyobb teret adjunk. Csak itt van az advent, tehát karácsonyi bevásárlás, készülődés, tehát én nagyon optimistának tartom Karácsony azon reményét, hogy Karácsony Gergely azon reményét, hogy év végéig ezt meg lehet csinálni. Bár jó, teljesen nyilván nem lehet kiszállni, tehát amennyiben nagyon jó a szervezés meg a logisztika, akkor elvileg még ez is előfordulhat. Igen, én is pont ezt akartam mondani, hogy azért jönnek az ünnepek, a politikai uborka szezon, az emberek nem szeretnek politikával foglalkozni semmilyen szinten, sőt, még a politikusok sem szeretnek politikával foglalkozni. Legalábbis vannak Karácsonykor ilyenek. Nem. Én legalábbis ilyen vagyok, legalábbis ünnepekkor ne foglalkozni. Vacsora aztán nem, miről beszélgetnek? Próbáljuk kerülni ezt a témát, ha már 0-24-ben erről kell beszélni, akkor ott beszélgessünk inkább a család dolgairól. Úgyhogy igen. Na, adunk egy kis támpontot azért, hogy a mi nézőink benne lennének egy ilyen adventi népszavazási aláírásban, mert ugye ez volt ma a kérdésünk, hogy az ellenzék által kezdeményezett, és most két kérdésben átment népszavazást támogatnák-e a mi nézőink, és amikor én az adás előtt ránéztem, igen, akkor hasonló volt az arány, magasan az igenek vezetnek, ugye 84%-a a válaszadóinknak azt mondta, hogy aláírná, támogatná ezt a kezdeményezést, és csupán 16% mondta azt, hogy nem. Jön egy pici reklám, és utána még két témával jövünk. Az egyik az, hogy jelentősen emelni a fizetéseket a kormány. Apró bibi, hogy ezt az önkormányzatoknak kellene majd kigazdálkodnia, és egy publikuszos felmérést is mutatunk, ami pedig arról szól, hogy önök szerint, a közönségkutatások szerint ki a felelős azért, hogy ennyire elszálltak az árak. Pár perc múlva folytatjuk. Folytatjuk is a Naphírét Nagy Attila Tiborral, Dorosz Dáviddal és Nunkovics Tiborral, és akit a reklám előtt nagyon elkezdett örülni, és a szívéhez kapott, annak a lelkesedését sajnos le kell, hogy hűtsem, így néhány kollégámét is, mert hogy ugye azt mondtam, hogy a Fidesz nagy arányban tervezi emelni a fizetéseket, ez úgy stimmel, hogy a polgármesterek fizetését, és ez nem elenyésző különbség, mert hogy tényleg 30%-kal tervezi emelni a fideszes javaslat a polgármesteri illetményt, hogy honnan és hova nőnek ezek a fizetések, és hogy ez miből lesz kigazdálkodható. Na, erről fogunk most beszélgetni egy bejátszás után. Sorra jelenti be Orbán Viktor a közösségi médiában, hogy kiknek és mennyivel nő a bére a közeljövőben. Azt viszont eddig nem említette, hogy 2022-től a polgármesterek is örülhetnek. A parlamentnek ugyan még rá kell bólintania. A Törvényalkotási Bizottságon azonban már átment az a saláta törvénybe rejtett módosító javaslat, ami a településvezetők illetményét emelné meg január 1-től. Ez szerint a főpolgármester bruttó 1,5 milliót, a 30 ezeresnél nagyobb városok vezetői pedig 1,1 millió forintot vihetnének haza. De még a legkisebb, 500 fő alatti falvak polgármesterei is több mint bruttó 1,5 millió forintot keresnének.
A Magyar Önkormányzati Szövetség üdvözli a döntést. Ugye a polgármesteri fizetések is 7 év óta nem emelkedtek, és gyakorlatilag elinflálódott. A kérdés csupán az, Gémesi György szerint, hogy az éves emelés helyett ezt miért csupán pár hónappal a választás előtt lépte meg a kormány. Hozzátette, a polgármesterek sokszor kiszolgáltatott helyzetben vannak. A 2100 lelkes hajdúvagos vezetője is örül, és egyáltalán nem tart külső nyomástól a kampány alatt. Nem tudom, milyen valamit kérhetnének, hát azt kérnék, hogy továbbra is lelkiismeretesen szolgálják a közösséget. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem bűn, ez egy jogos elvárás. Szóval itt jó sok kérdés felmerül, azt még a bejátszásban nem említettük, ami az egyik kulcselem ennek a módosításnak, hogy miből. Mert ugye külön költségvetési forrás erre nem áll rendelkezésre, az önkormányzatok teremtsék elő, hogy emelni akarják a polgármesterek bérét ilyen covidos időkben, meg szolidaritási adók idején. Mekkora ennek a realitása vajon, hogy ez megoldható? Vagy meg kell oldani, aztán akkor máshonnan meg elvesznek? Nyilván vannak olyan szerencsés települések, ahol mondjuk olyan iparűzési adó van, vagy olyan egyéb bevételek vannak, amelyekből ezt ki tudják gazdálkodni, és egyébként tudnak majd élni a törvény adta lehetőséggel, és tudnak emelni a polgármestereknek fizetéseket. De én azt gondolom, hogy nagyon kevés ilyen település lesz egyébként Magyarországon. Azt nagyon sajnálom, hogy a Fidesz csak félig meddig fogadta meg a Jobbik javaslatát, hiszen mi hosszú évek óta mindig a költségvetéshez benyújtunk módosítókat, amelynek az a tartalma, hogy igenis az állami költségvetés és finanszírozza a polgármestereknek a béremelését, hiszen ahogy a bejátszóban is elhangzott, valóban nagyon régóta volt nekik emelve, és ez azért kis településen egy elég érzékeny téma, úgyhogy ott, ahol minden a polgármester vállára nehezedik, ők kapnak, hát tényleg nagyon minimális fizetést kaptak idáig. Én a választókerületemben is rengeteg ilyen polgármesterrel beszéltem, aki panaszkodott ez miatt. Igen, most pont pár fontos számot még kigyűjtöttünk a bejátszóból, és itt most a hatályos törvényadta az illetményeket látják a nézők, és a javaslat alapján, és azt hangsúlyozom, hogy ezek bruttó összegek. Na most, ha mondjuk tényleg a legkisebbet nézzük, egy 500 fő alatti településnél most bruttó nem éri el a 300.000 forintot, hát nem tudom, abból mondjuk 240 maradhat így nagyságrendileg, vagy mondjuk a főpolgármester fizetése bruttó nem éri el az 1.300.000 forintot. Nyilván egy átlagkeresethez képest ez egy nagyon magas összeg, de mondjuk egy piacon lévő szakemberhez képest ez töredéke annak, amit egy hasonló szaktudású piaci vezető megkap. Igen, és csak még egy gondolat gyorsan, aztán hagyom a többieket is szóhoz jutni. Tehát itt főleg tényleg a kis településekről kell, vagy őket kell kiemelni, hiszen belőlük van legtöbb az országban, és ez egy főállásról beszélünk. Tehát aki becsülettel, tisztességgel csinálja a polgármesteri hivatást, az nem tud mellette egy másodállást vállalni. Úgyhogy ezért tényleg üdvözlendő, hogy lesz erre lehetőség, de én azt gyanítom, hogy nagyon kevesen tudják majd ezt kigazdálkodni. Igen, és ugye valójában, amikor az önkormányzatiságról beszélünk, akkor érdemes arról is beszélnünk, hogy ez a helyi közösségek önszerveződését jelenti, és a helyi közösségek megtartó erejében is nagyon nagy szerepe van az önkormányzatoknak, és miközben beszélünk most ezekről a számokról, ez részben ez a mostani ügy rátakar arra, hogy a Fidesz az elmúlt években milyen frontális támadást indított az önkormányzatiság ellen, és milyen nehéz helyzetben vannak nagyon sok településen ezek a polgármesterek, ezek a képviselőtestületek. Az én körzetemben is nem kell messzebb menni, csak a Gödi önkormányzat példája, ami ellen lényegében a Fidesz egy teljes pályás letámadást indított, és nagyon nehéz helyzetbe hozta, és ehhez képest kell nézni azt, hogy most néhány hónappal a választások előtt, de legalább valami könnyebbség elvben van, de pont erről beszélgetünk, hogy ez csak elvben van. És a gyakorlat pedig az, hogy pont ezeknek a nehéz helyzetben lévő és önhibájukon kívül nehéz helyzetben lévő önkormányzatoknak dob egy ilyen kvázi látszólagos alamizsnát a kormány. Ebben az évben a kormány döntése értelmében a 25 ezer alatti településeket kompenzálták az iparűzési adó felének az elvonása miatt. Most, hogyha 2022-ben is lesz ilyen kompenzáció, akkor gondolom a kormány majd azzal fog érvelni, hogy hát némi forrás azért mégiscsak lesz akár a polgármesteri fizetéseknek a kipótlására is.
Azt említsük még meg ehhez, hogy a alacsony polgármesteri fizetések témája a kis településeket illetően nem most jött elő, ez már hosszú évek óta téma volt. Az ellenzék is többször felvetette ezt a problematikát, szerintem joggal. És az is egy jogos kijelentés volt most, ami elhangzott, hogy hát az önkormányzati rendszernek az erejét a Fidesz nagyon visszanyeste, gondoljunk csak az iskolák, a kórházaknak az elvételére. Én ezt nem tartom már csak azért sem jó dolognak, mert hát a polgárok a saját helyi ügyeikben kevesebb dolgokban, jóval kevesebb dolgokban tudnak a maguk képviselőtestületeken keresztül szóhoz jutni. És ráadásul még azt is említsük meg, hogy hát bizony azért kis települések egy részén, kisfalvakban azért elő szokott fordulni Magyarországon, hogy bár formailag független a polgármester, de facto viszont a Fidesz szekerét tolja, vagy kell, hogy tolja. Tehát például olyan esetre tessenek gondolni, hogyha például plusz pályázati pénzhez akar jutni a település, vagy mondjuk fel akar újítatni egyszerűen csak egy utat ott a faluban, és a településnek önmagához ehhez nincs pénze, akkor pályáznia kell, vagy szerezni plusz pénzt, és akkor, hogyha a Fideszes a helyi képviselő, akkor bizony ő mondhatja azt, hogy oké, okay, de akkor tessék majd a választások előtt ajánló íveket gyűjteni az én képviselő jelöltségemhez. Az időzítést ez magyarázhatja? Hogy éppen most javasolják ezt a fideszes politikusok? A kampány előtt? 4 hónappal a választások előtt a kormány nem tesz semmit, ami a választástól elválaszthatóan értelmezhető. Főleg ilyen jellegű lépéseket, tehát hogy látjuk most azért a Völner ügy miatt egy kisebb kupac dologban ülnek, és ebből próbálnak meg ki evickélni, az ilyen hírekkel pedig próbálják ügyet terelni. Nyilván az ember, egy átlag ember azt látja, hogy na, milyen jó, hogy emelik a polgármesterek fizetését, de ha mögé tekintünk, akkor itt egy sokkal bonyolultabb helyzetről. Fogjuk fel ezt esetleges ösztönzőnek, kormányzati ösztönzőnek annak érdekében, hogy minél több falusi polgármester segítse a Fidesz választási kampányát. Jó, csak ugye ez azért érdekes, mert eddig mindig azt hallottuk, hogy a Fidesz bázis a vidéken van. Ugye az előző önkormányzati választás után pedig végképp áthelyeződött oda. Lemaradt a Völner ügyről, de azért, ha már a térség ellenzéki képviselője, akkor mondja el, hogy mert nekünk itt a reklámot elmondta, hogy most ezzel foglalkozott 2 napja, és hogy milyen a helyi hangulat, vagy mik a visszajelzések? Igen, hát nagyon sok megkeresés érkezett, hogy szólaljak meg a témában. Én azt gondolom, hogy egyébként a helyiek annyira nem lepődtek meg ezen a dolgon, tehát nem volt egy ilyen hú de nagy boom dolog benne, legalábbis az ellenzéki tábor, akik rám írtak, akikkel beszéltem, viszont nagyon sokan kerestek. Miért nem lepődtek meg, hogy ők hallottak erről, vagy pletykáltak, vagy hogy? Hát voltak azért így mendemondák, ahogy szerintem majdnem, hogy minden fideszes képviselővel kapcsolatban vannak ezek a tipikus folyosói pletykák, amiket hall az ember. Csak rizkán igazolja őket nem... Polt Péter azért. Igen. Így van. Viszont egy dologtól mindenkit óva intenék, mert ezzel kapcsolatban is nagyon sokan megkerestek, hogy na most akkor biztos megnyerte az ellenzék a körzetet. Nem. Tehát ezt a gondolatot, ezt üzzük ki a fejünkből, mert a Fidesz bárkit képes felépíteni 2-3-4 Na, ezt akartam még kérdezni, hogy van B-verzió, akivel meccselni fog? Én nem látok most jelenleg ilyen személyt, de nyilván a Fidesz valakit be fog dobni, hiszen nyilván. Nem hiszem, hogy egy körzetet veszni hagyna. Uh-huh. Ráadásul egy csatatérkörzetről. Igen. Amit ugye itt már update-elt minket itt a reklám alatt, hogy az ellenzék már korábban elhozhatott volna, hogyha egy jelölt indul. Igen. 14-ben meg 18-ban is. Tovább megyünk egy másik érdekes felméréssel. A Publikus közvéleménykutatását fogjuk most önöknek megmutatni, ami nagyon sok mindenre rákérdezett, és hát abszolút breaking news helyzet van, mert hogy kiderült, hogy valamiben az emberek pártszimpátiától függetlenül egyetértenek, és az az, hogy nagyon drága minden, amit mostanában veszünk, a benzintől, az élelmiszeren át, a tisztítószerekig minden. És ezzel kapcsolatban ugye nagyon érdekes, hogy kit tartanak ezért felelősnek a magyarok, és most azt mutatjuk önöknek, rákérdeztek pártonként is a cégnél, hogy összességében kit okolnak
például a kormánypártiak, ugye itt láthatják a piros csík, az a világgazdasági folyamatok választ adja, 41% a kormánypártiaknak így látja, 9% mondja azt, hogy a Covid, de például az EU soros Gyurcsány és az ellenzék is kapott azért pár százalékot, és 14%-ot tartja a kormánypártiak, 14%-a gondolja azt, hogy a kormány is felelős ezért a helyzetért, és nyilván teljesen más az állás, hogyha az ellenzéki szavazókat kérdezte a cég, mert ott a kormányt 65%-nyian hibáztatják, és 20% mondja azt, hogy a világgazdasági folyamatok azért bejátszanak. Ilyen szempontból azért nyilván jó hír, hogy azért az emberek valamennyire árnyaltan látják azt, hogy benne vagyunk egy világgazdasági helyzetben, amit nyilván egyébként a Covid is indokol, meg az infláció, és a magyar kormány is ebbe vagy rátesz egy lapáttal, vagy nem. Mennyire jó hír ez olyan szempontból, hogy az emberek azért árnyaltan látják ezt a kérdést, és nem csak pártszimpátia szemüvegén keresztül. Az infláció az egy kőkemény politikai kérdés, mindig is az volt, amikor nagyobb volt az infláció Magyarországon, és az embereket, én azt gondolom, főleg a kisebb keresetűeket kevésbé érdekli a világ gazdasági helyzet, hanem hát itt ebből a felmérésből is láthattuk, hogy egy viszonylag jelentős részt a kormány, kormányt hibáztatja, úgyhogy most megnyílt az ellenzék számára egy lehetséges tér szerintem már hónapok óta, nevezetesen az, hogy el tudja hitetni a választók egy jelentős részével, hogy a kormány tehetett volna többet is az infláció megfékezésért. Nem véletlen, hogy a kormány a benzinárát befogyasztotta, hiszen érzékelte, hogy az emberek egyre inkább kezdenek morcosak lenni az emelkedő árak miatt, és valamit lépni kell, és a kormány szerbiai példa alapján még azt is fontolóra veszi, hogy esetleg az alapvető élelmiszerek árát mondjuk a véletlenül a választások előtt 2-3 hónappal szintén befagyaszt. Erről volt sok érdekes elemzés, ez egy nagyon necces lépés. Ugye, hol húzzuk meg a határt, hogy mi az alapvető élelmiszer, hány érdeket sértünk, nagyon-nagyon részletes, sok szereplős a termelői lánc, lényegesen bonyolultabb ez, mint a benzinár. Igen, csak egy mondat, én most nem arról beszélek, hogy most közgazdaságilag ez észszerű-e vagy sem, hanem hogy politikailag mi szolgálja a kormány érdekét, és a kormány érdeke az, hogy minél kevesebb legyen az elégedetlen ember ebben az országban, legalábbis a választások előtt. Pontosan így van egyébként, tehát ők a politikai oldalát vagy politikai vetületét nézik ezeknek a dolgoknak. Ha nem itt tennének, akkor most nem ugrott volna ki egyébként az államadósság például, és jobban tudnánk kezelni. 80% fölé. Így van, és jobban tudnánk kezelni az inflációt is. Tehát egyértelműen egyébként az alapvető élelmiszereknél szerintem meg lehet határozni azért azt a szűk kategóriát, vagy akár nem is olyan szűk kategóriát, ahol ezt meg kell lépni. Viszont azzal azt nem szabad csinálni a kormánynak, mint amit a benzinnél csinált, tehát hogy ott is mi volt az ellenzéknek a javaslata, hogy fagyasszák be az árakat, és egyébként a jövedéki adó is legyen csökkentve, hogy egyébként a kereskedők sem menjenek tönkre. Na, ugye nem ezt lépték meg, hanem csak az árakat fagyasztották be. Na most remélem, hogy nem csak árbefagyasztás lesz majd, ha ezt esetleg meglépik, hanem ott is akkor igenis az alapvető élelmiszerek áfáját azt csökkenteni kell. Na jó, de a jövedéki adóból több száz milliárd forintos bevétele van a központi költségvetésnek, ezt a legutóbbi zárszámadási törvény is bizonyítja. Azt nem szabad elfelejtenünk, hogy minden ilyen szám mögött, amit itt láttunk most kivetítve, családi és emberi tragédiák vannak, tehát mi is most néhány nappal ezelőtt Veresegyházon voltunk egy civil segítő szervezetnél, és ők is mesélték, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban mennyivel többen jönnek be, és mennyivel többen küzdenek olyan napi anyagi gondokkal, amik ezzel ott nem voltak jellemzőek, és hát nyilván a karácsony, ami tényleg a legérzékenyebb pillanatban éri az embereket ez a dolog, ez az áremelkedés, és ez a választások előtt néhány hónapot teljesen egyértelműen foglalkoztatja az embereket, és mutatja azt, hogy az elmúlt évek elhibázott gazdaságpolitikája ágyazott meg a mostani helyzetnek, és most is rosszul reagál rá a kormány. Nem kell messzebbre menni, mint elolvasni Matolcsinak a Magyar Nemzetben néhány héttel ezelőtt írt cikkét, amit ha az ember berakja egy ilyen Matolcsi magyar fordító szoftverbe, akkor ott egyértelműen látszik, hogy a sorok között nagyon durva
és nagyon keményen kiosztja, hogy a fideszes gazdaságpolitika zsákutcába jutott. Igen. Ebben a kutatásban az is volt, igen, hogy a megkérdezettek kétharmadának semmilyen megtakarítása nincsen, és ez még a diplomások 60%-ára is igaz volt. Eddig jutottunk már, köszönöm szépen a véleményeket, a részvételt, önöknek pedig a figyelmet. Most nézzék a híradót, aztán Szőlősi Györgyi várja önöket az Egyenes beszédben. Szép estét!